azért vagyok itt, hogy átadjak neked egy üzenetet. Mert hogy van a te életedben egy csodálatos ember, aki történetesen a férjed, és akit úgy hívnak, hogy Janesz, és azzal keresett meg engem, mind a mellett, hogy őrületes harcokon van túl, most már az anyukája őssejtjeivel. Azzal keresett meg engem, hogy neked születésnapod van ma, és ő nem szeretné, hogyha te egyedül éreznéd magad egy másodpercig sem, és bár elválaszt most titeket néhány város, és elválaszt benneteket, hogyha jól tudom, 22 nap most már, mert hogy ennyi ideje nem láttátok egymást, de azt hiszem, hogy a lelketeket nem tudja elválasztani semmi. Azt mondta, hogy nagyon különleges vagy, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon szép vagy, és hát hogyha a személyes véleményemet hozzátehetem ehhez az egész, az azt kell, hogy mondjam, nem mindenki olyan bátor, hogy felmenjen a színpadra, és az eredeti előadóval elénekelje ezt a dalt, és te megcsináltad ezt is, oda mentél, megörjönted, előadtad, szóval nagyon különlegesek vagytok mind a ketten, és boldog születésnapot, és fogad szeretettel Janesztől ezt a dalt. Nézz az égre, mondd, hogy látod fejünk felett, csillagzáton, csillagzáton. Dőj most hátra, egyszer élünk, erről többet nem beszélünk, nem beszélünk. Körbe-körbe, egyre feljebb, veled menni, vagy elengedni. Szép az arcod, szép a ráncod, szép az élet, nézd, hogy táncol. Várlak, és hogyha 20 év múlva látlak, majd ugyanúgy megkívánlak, mint április elején. Április elején várlak, és hogyha 20 év múlva látlak, lehet, hogy ugyanúgy megkívánlak, mint április elején. Boldog születésnapot! És hát kitartás nektek, mert